A házasság hete egyik legnépszerűbb programja a házastársas játék, amelyben 7 feladatból legalább 5-öt kell közösen teljesíteniük a pároknak február 18-áig. A várost járva ezúttal hidakat kell felkeresniük. Megmozdít, elindít az évbe, tehát felfedezzük azt, hogy újra lehet randizni, találkozni, és amikor legelőször részt vettünk benne, akkor valóban ezt tovább vittük, mert úgy elfelejtettük, már 29 év vagyunk házasok, és picit hogy elfelejtettük azt, hogy milyen íze van annak a randevúnak a kávézóban, meg egyéb helyeken, és ez minden évben, hogyha valaki részt vesz rajta, akkor újra és újra ezt megtanulja. A házasság hete mögött a 4 nagy felekezet, a katolikus, az evangélikus, a református és a baptista áll szervezőként, kiegészülve civil egyesületekkel. Céljuk kezdettől fogva az, hogy felhívják a figyelmet a házasság mint érték fontosságára, két ember szövetségének örökérvényűségére. A házasságnak a szentségére, a házasságnak a fontosságára hívja fel elsősorban a figyelmet, hogy az nem csak egy intézmény, hanem egy szeretett kapcsolat, egy szerelem kapcsolat két ember között, aminek aztán gyümölcse a család is. Kedden filmet vetítenek a Szavária moziban. Merkli Ferenc atya vezeti fel a Boldog idők című francia vígjátékot, amit beszélgetés követ. Pénteken pedig újabb mozi élmény várja a párokat a Remény című norvég-svéd romantikus drámával. Szerdán borkóstolóval egybekötött párkapcsolat építő programot tartanak. Csütörtökön pedig a házasság hete idei arcai, Zámbori Soma színművész és felesége Fazekas Rita érkezik egy beszélgetős estére a Martineumba. Pénteken a Család, ahol otthon vagy címmel 13-20 éves fiataloknak szerveznek interaktív csoportfoglalkozást. Az esztendő újdonsága szombaton este 20:30-tól a Bárkapincében lesz. Kocsmakvíz. Ezt először szervezzük meg, és úgy szeretnénk megcsinálni, hogy egyrészt lehetőséget adjunk a járványügyi szabályok betartásával a jelenléti kocsmakvíznek is, illetve aki kiszorul a helyről, mert őt maximálva van ott is a résztvevők száma, ő pedig online, azok a párok online megkapják a kérdéseket ugyanakkor, és akkor hát annyi, hogy ők meg úgy játszanak. A házasság hete vasárnap püspöki szentmisével zárul a Székesegyházban. A programok egyik legfőbb hozadéka a sok közös élmény. A házastársak minőségi időt tölthetnek együtt, a beszélgetések, játékok, séták alkalmával újra megtanulnak egymásra figyelni, és ezt tovább vihetik a hétköznapokba is. Részletek és regisztráció a házasság hete Szombathely Facebook oldalon.